Átadták a Propentele elismerést. Hazai pályán maradt alul a D-pase. Köszöntöm nézőinket, Önök a D Plus TV híradóját látják. Kizárják az agrártámogatásból a parlagfűvel fertőzött területet, ha nem megengedett mértékű szennyezettségi adat a támogatási szerv tudomására jut, közölte a parlament honlapján Nagy István agrárminiszter. A támogathatóság feltétele, a területen mezőgazdasági tevékenységet kell végezni. Ez kizárja az elgyomosodást. Ha a támogatásra bejelentett területen megtalálható a növény, vagy átterjed más földterületre onnan, akkor nem érvényesül a mezőgazdasági tevékenység szabályszerűen, tehát a terület ekkor nem támogatható. Az uniós jog támogatható területnek tartja azokat is, ahol ugyan nem folyik mezőgazdasági termelés, de kultúrállapotban van, vagyis gyommentes. Az államalapítás ünnepe Dunaújvárosban hagyományosan a pentelei hagyományőrző megemlékezéssel és a Propentele díj átadójával kezdődik. Augusztus 20-ai Szent István napi ünnepségünkön, amit lassan 35 éve már itt a pentelei civil szervezetek megemlékeznek rendszeresen. Nagy hagyománya van Pentelén az államalapítás és az új kenyér ünnepének. A Pentele Nyugdíjas Klub évről évre műsorral és megemlékezéssel készül. Mi megpróbáljuk a hagyományt mindig megőrizni. Most is azt fogjuk csinálni, csak szerényebben, mint eddig. Három szervezet tartja most együtt ezt az ünnepséget. Hát arra gondoltunk, hogy a népszokás szerint az van kenyérünnep, aratóünnep és István király. A Propentele díj ötlete többek között Szabó Tamásnak köszönhető. 1991 óta évről évre elismerik a 20-30 éve Penteléért tevékenykedő, dolgozó, közösségformáló személyeket. A Propentele díjat Lemák Jánosné kapja, aki 84 éves korá ellenére fiatalosan dolgozik, többek között még a Kolbász Fesztivál főböllérasszonya ma is, és azt a több ezer finom pentelei kóstolót ő is készítette el, amit a városban szét szoktunk osztani a Kolbász Fesztivál alatt. De 92 óta tagja a pentelei civil szervezeteknek, 2002 óta a Pentele Baráti Körnek, 2010 óta a Hagyományőrző Egyesületnek. Tehát nagyon sokrétű és nagyon sok oldala és nagyon sok munkát végzett, és ezért úgy éreztük, hogy ő az egyik, aki megérdemli ezt a tevékenységet. A díjak átadása után a pentelei Kék ne felejtsd dalkör énekelt, főleg pentelei énekeket. A hagyományápoló megemlékezésen Braun Ervin baptista lelkész mondta az áldást. Majd a tagok felszelték és elfogyasztották az ünnepi kenyeret. Véget ért a dinnye szezon Fejér megyében. A nyár elejé sok csapadék, majd az azt követő hőség is megviselte a termést. Közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei szervezete az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint Fejér megyében idén július 5-én kezdődött a dinnye szüret és egy hónapon át tartott. A betakarított mennyiség jelentősen csökkent a tavalyi évhez képest. Idén 100 mázsa körül alakult a hektáronkénti átlagtermés a megyében. Tavaly ez az érték 200 mázsa volt. A késői ültetésnél a hektáronkénti átlagtermés még alacsonyabban 60 mázsa körül alakult. Tették hozzá. A Fejér megyei termelő területeken a görög dinnyék minősége jó volt, a sárga dinnye minősége azonban elmaradt a megszokottól. A gazdáknak nem kedvezett a nyári időjárás, a termést a nyár elejé sok csapadék és az azt követő hőség is megviselte. A késői ültetésű fajták minőségén látszott meg a legjobban az időjárás negatív hatása, írja az MTI. Elszenvedte első hazai vereségét a Dunaújváros Pase felnőtt férfi MB3-as csapata. A Rákosmente ellen léptek pályára augusztus 18-án, de sajnos egy pontot sem sikerült itthon tartania az egyesületnek. A
Augusztus 18-án a Dunaújváros Pase a Rákosmente csapatát fogadta az MB3 őszi szezonjának harmadik fordulójában. A papírforma szerint két győzelmével a hazai alakulat volt az esélyesebb. A találkozó első 15 percében kiegyenlített volt a játék. Az első komoly helyzet Kis Patrik előtt adódott, de a Rákosmente kapusa védeni tudta lövését. Mind a két oldalon adódtak helyzetek, de az első félidőben gól nem született. A második játékrészre cserélt a Dunaújváros Pase, hamar jött is az első gól ám a dunaújvárosi hálóba. Korozmán Norbert 25 méterről kilőtte a bal alsót. Ezután a vendégek beálltak védekezni és a kontrákban bíztak. A D-Pase hiába helyezte nyomás alá ellenfelét, eredményt nem értek el. Végig azt mondhatom, hogy nagyon nagy fölényben játszottunk. Az ellenfélnek ugye az volt egyértelműen a taktikája, hogy ne kapjon gólt, és a kontrákkal próbált appellálni. Sajnos elkövettünk védekezési hibát, mondhatom azt, hogy majdnem, hogy egy kapura lövésből sikerült nekik megszerezni a 3 pontot. A futball az sajnos ilyen, amikor egy ellenfél beáll ellened így védekezni, akkor ugye a támadó csapatnak kéne, mondom, minőségi játékot kéne, futballt kéne produkálni. Hát ez a mai nap nem ment. Dobos Barna a továbbiakban sem számít egyszerű küzdelmekre. Szerinte a mezőnyben még nagy körbeverések lesznek. Az elsődleges feladatunk az volt, hogy az ellenfélből jól felkészültünk, tehát tudtuk, hogy mire számíthatunk. Már az első negyed órában azt el kell ismerni, hogy két ordító helyzete volt a hazai csapatnak, amit a kapusunk szenzációsan védett. Úgy gondoltam, az első negyed óra 20 percet átvészeljük, utána úgy gondolom, a mi játékunkban benne van az, hogy bár elég messziről indítva a kontráink azért fognak ülni. Annyiban kicsit meglepetés volt, hogy hazai csapat gyakorlatilag a középpályát kihagyva és csak a hosszú indítások vagy a felívelésekből gondolkozott. Tehát úgy gondolom, ezt tényleg jól megoldottuk, tehát ez volt az elsődleges feladat, és mondom, 20 perc után elfogyott a helyzetük, tehát Isten igazából benne volt nyilván egy-egy olyan szituációban, amikor jobban ránk jöttek, de Isten igazából onnantól kezdve helyzete nem volt a Dunaújvárosnak. Engem elsősorban azt tesz boldoggá, az első két meccsen két döntetlenünk volt. Az osztály erősséget ismerve, tehát azt mondtam, hogy valahol nekünk bravúrt kell, vagy bravúrok kellenek, hogy a céljainkat elérjük. Hát azt úgy gondolom, hogy a mai meccsen ezt megoldottuk, tehát, és ez biztató lehet a jövőre, de hát ezt tudomásunk kell venni, hogy ilyen meccsek várnak ránk. Az MB3-ban kisebb változások következnek, mostantól a csapatok vasárnaponként játsszák a mérkőzéseket, így a Dunaújváros Pasek következő találkozóját szeptember 2-án játssza. Dunaújváros megyejogúváros önkormányzatának közgyűlése szociális munkáért Dunaújváros díjjal jutalmazza azon személyeket, akik Dunaújvárosban szociális munkakörben kiemelkedő tevékenységet folytatnak. A díj elhunyt személynek posztumusz elismerésként is adományozható, az elhunyt személy halálát követő egy éven belül. A díj adományozására írásbeli javaslatot tehet bármely személy vagy közösség. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a jelölt személy nevét, elérhetőségét, tevékenységének általános ismertetését és az elismerni kívánt tevékenységet, a felterjesztő nevét, aláírását és elérhetőségét. 2018. szeptember 20-áig lehet benyújtani a javaslatot Dunaújváros polgármesterénél. A díj odaítéléséről a közgyűlés dönt. Legfontosabb híreink következnek még egyszer, röviden. Átadták a Propentele elismerést. Hazai pályán maradt alul a D-Pase. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, műsorunkat most időjárás jelentéssel folytatjuk. Anyagainkat és műsorainkat újra megtekinthetik a www.dplustv.hu honlapon. Nézzék továbbra is a D+ TV műsorait, viszontlátásra!
Köszöntöm nézőinket! Hétfőn kevés gomoly felhő, sok napsütés várható, legfeljebb egy-egy helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északi szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul. Kedden már sok napsütés és csapadékmentes idő várható. A változó irányú szél mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!